igazi kutatóbázissá alakult át a Várkert Bazár, hogy a nagy közönség előtt kössék össze a tudományok nagyágyúi, a Földet a világűrrel, a robotokat az emberekkel és a kíváncsiskodókat a tudománnyal. A fesztiválon több mint 60 kiállító és előadó volt jelen. Az előremutató rendezvény többek között a Szerencsejáték ZRT is segítette. Robotok, drónok, csillagászati eszközök, önjáró autók, ez fogadott minket a Tudományok Fővárosa rendezvényén. Azért szeretünk ilyen rendezvényekre járni, hogy minél több embernek megmutathassuk a robotokat, amiket építünk, minél több lelkes rajongót toborozzunk a robotikának, mint olyannak. Ugye nagyon nagy változás következett be ezen a területen az elmúlt néhány évben, míg ez sokáig kiválasztottak, méregdrága sportja volt, mostanra már ez egy mindenki számára elérhető, megfizethető, használható robotokat lehet építeni. A robotépítő csapat xilofonozó, rajzoló, sőt a csillagok háborúja ihlette masinát is szállított a helyszínre. A robotika viszont nem csak játék. Olyan gyerekeknek, fiatal felnőtteknek készítünk úgynevezett robotkezet, akik úgy születtek, hogy nincsenek ujjuk, vagy nincsen karjuk, általában felső végtagi dolgokkal foglalkozunk, és ezeket 3D nyomtatóval készítjük el, ezeket a robotkezeket. Az a jó, hogy kipróbálható eszközökről van szó, tehát nem az van, hogy szórólapokat osztogatunk, mint ahogy általában lenni szokott, hanem itt tényleg ez egy élmény. Minél több fiatalt szeretnénk meggyőzni arról, hogy menjenek ilyen területre először tanulni, utána meg dolgozni. Tehát, hogy próbáljuk meg megoldani a mérnök hiányt, mert ugye Magyarországon ez jellemző, egyébként egész Európában. És annak az első lépcsője az, hogy ilyen érdekes dolgokat, amiket itt láthattok ti is, bemutatunk nekik. A Szerencsejáték ZRT-t megkerestük a rendezvény terveivel, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyjából az elsők között voltak, akik mellé álltak. Fontos az, hogy felkeltsük a fiatalok érdeklődését a matematika, fizika, kémia és más természettudományágak irányába, és azt gondolom, hogy ez egy olyan lehetőség volt a közelmúltban, amit megrendeztek, hogy abszolút erre lehetőséget teremtett.